Olvastam egy csomó helyen, hogy mit kell tenni az ellen, hogy elkerüljük ezt a megbetegedést, hogy ne kapjuk el a vírust. Ugye olvastam nagyon sok készítményről, immunerősítőről, hogy miket kell szedni. Napokig, hetekig kutattam az interneten, ezzel teltek el a napjaim, hogy kutakodtam az interneten a legjobb és legdrágább immunerősítők után, vitaminok után, és nem is tudom, egy héten vagy két héten keresztül szinte minden áldott nap szaladtam a gyógyszertárba előrendelni, felvásárolni különböző gyógyszereket, vitaminokat, kézfertőtlenítőket, mindenféle fertőtlenítőt, maszkokat. Tehát, mint egy mániákus, ezzel teltek a napjaim, letelt a munkaidőm, és aztán indultam neki a városba, a gyógyszertárba, a gyógynövényes boltokba, mindent körbejártam, és nem tudom naponta hány ezer forintokat hagytam ott ezekre a készítményekre, és tovább érdeklődtem ugye gyógyszertárakban, gyógynövényesektől, hogy mi az, amit még ajánlanak, mi az, ami még jó lehet. És én mindezeket előrendeltem, és felvásároltam őket. Rengeteg vitamint felhalmoztam itthon, különböző illóolajokat, amelyeket párologtatva ugye tisztítják a levegőt, és megölik a vírusokat, és rengeteg fertőtlenítőszert is felhalmoztam. Az első dolog az, hogy elkezdtük ezeket szedni. Hát mániákusan szedtük, én is, és a kisfiam is. Rengeteg vitamint. Próbáltam ugye a legjobbakat és a legdrágábbakat megvenni, és ugye hittem ezekben, hogy ezek majd segítenek. És aztán az lett a vége, hogy ugye ahogy felkeltünk reggeli, és rögtön következő program volt az, hogy szinte napi rendszerűen szedtük be ezeket a vitaminokat. És az lett a vége, hogy 2-3 hétig szedtük ezt rendszeresen, és aztán megbetegedtünk. Ugye nem értettem, hogy hát, de miért betegszünk meg, amikor tele vagyunk vitaminnal? Amikor felvásároltam a legjobbakat, a legjobb minőségűeket is, amiket ajánlottak, és szedjük folyamatosan, és nem értettem azt, hogy miért betegszünk meg. Emellé még hozzátartozik az, hogy mániákus takarításba kezdtem. Ez a mániákus takarítás, ez azt jelentette, hogy a napi rendemhez tartozott az, hogy minden áldott nap a délelőtti programom az volt, hogy elővettem a fertőtlenítő szereimet, Hipót, Domestost, különböző felületfertőtlenítőt, fertőtlenítő kendőket, és egyéb fertőtlenítőszereket, és mániákusan elkezdtem takarítani. Ez azt jelentette, hogy a bejárati ajtótól kezdve a korlátot, a kilincseket, a villanykapcsolókat, a radiátorokat, a szekrényeknek a
magát a szekrényt, a pici apró fogantyúit, a mikrohullámú sütőt, kávéfőzőt, ablakoknak a kilincseit, a nyílászárókat, az asztalt, a székeket, az ágytámlákat, a távirányítót, laptopot, mindent, amihez hozzáérünk, a szekrényeknek a fogantyúit, az éjjeli lámpáknak a kapcsolóit, a fürdőszobába és a mosogatónak a csap felületét. Én folyamatosan, napi szinten fertőtlenítettem a padlót is, és mindent, amit csak el tudtok képzelni. Mindent. Ehhez hozzátartozott az, hogy ha elmentem a boltba vásárolni, akkor amit vettem a boltban, élelmiszereket, az volt az első, hogy hazahoztam, betettem a zuhanyzóba, vagy a mosdóba, és fertőtlenítős, domestosos kendővel, domestosos ruhával áttörölgettem, átmostam. De ezt is úgy, hogy a túrórudinak a csomagolását, a felvágottaknak, amiket megvettem, annak a csomagolását, az innivalókat, a péksüteményeket is, ugye, amiket zacskóba beleraktak, annak a zacskóját, a lisztet, a cukrot, az édességeket, az üdítő italt, sőt, még a kenyeret is, a kenyérnek a csomagolását is, a gyümölcsöket, azt úgy, gyümölcsöket és zöldségeket úgy fertőtlenítettem, hogy ugye utána olvastam, hogy ezt mivel érdemes, és mosogatószerrel mostam át a gyümölcsöknek és zöldségeknek a külsejét. Szappanos vízzel és mosogatószerrel mostam át őket. A pénztárcámat, a telefonomat, a sluszkulcsot napi szinten többször, ahányszor csak a kezembe vettem, annyiszor fújtam le fertőtlenítővel. A telefonon ez meg is látszik igazából, néhol elszíneződött, és azóta is úgy használom. Tehát a telefon, sluszkulcsot, pénztárcát, mindent fertőtlenítővel fújtam le naponta akárhányszor. Ha tízszer vettem a kezembe, akkor tízszer. És ráadásul, ami nagyon durva, hogy a pénzt, amit visszakaptam a boltban, azokat is kimostam és fertőtlenítettem. Az apró pénzeket beletettem a mosdóba, és tiszta domestoszt öntöttem rájuk a fém pénzre. Tiszta domestosszal mostam át őket, utána kiraktam őket szépen száradni, a papír pénzeket pedig, ahogy visszakaptam, domestoszos vizes ruhával törölgettem át, és mostam őket át, aztán pedig kiteregettem őket a radiátorra megszárítani, és csak azután mertem hozzányúlni, hogyha le voltak fertőtlenítve, tehát mindent.
Azt mondanom sem kell, hogy a minden mellett ment a kézfertőtlenítés is a kisfiamnak, és nekem is, és a kezeink úgy néztek ki, hogy hát az én kezem például már ki volt vérezve, szét volt repedezve, ki volt száradva, mind a két kezem, de nem elég, hogy ki volt száradva, hanem vérzésig száradt, tehát véreztek már a kezeim a sok fertőtlenítéstől, iszonyatosan fájtak, és nem tudtam vele mit csinálni, utána éjszakákon át kenegettem, és próbáltam helyreállítani a kezeimet, de nagyon nehezen ment, hiszen be volt varasodva. Foltok voltak rajta, véres foltok, és sebekkel volt tele a kezem. A kisfiamnak úgy szintén nagyon-nagyon ki voltak száradva a kezei, viszketett neki, és neki is meg voltak repedezve, ugye, mert folyamatosan mondtam neki, hogy ha nem is mentünk sehová, akkor is be volt itatva, hogy naponta hányszor fertőtlenítsük a kezeinket, tehát jöttünk, mentünk, fertőtlenítő, figyeltem azt, hogy ha hozzányúl a távirányítóhoz, pedig ugye le volt fertőtlenítve az is, ha hozzányúl a távirányítóhoz, vagy esetleg kimentünk az udvarra, és emlékszem, állandóan kiabáltam rá, hogy ne fogd meg a korlátot, ne fogd meg a kilincset, ne érj hozzá semmihez, és nyomtam neki a kezére, a pici kezére a fertőtlenítőszert, és nem engedtem azt, hogy bármihez is hozzányúljon. Én magam is úgy nyúltam a kilincshez, hogy gumikesztyűt húztam a kezemre, és így nyúltam hozzá, hogyha kimentünk valahová, vagy esetleg a boltba mentem. Szóval iszonyatos volt, most így visszagondolva, szó szerint iszonyatos volt, tehát borzalmas is. Mindemellett folyamatosan ugye figyeltem a tüneteket, amiket egyre jobban ugye terjesztetek, hogy mik lehetnek a tüneteik, és egyszer csak annyira figyeltem ezeket a tüneteket, hogy figyeltem magamon, hogy most kapar a torkom, most fáj a torkom, vagy fáj a fejem. És ugye az lett a vége ennek, hogy folyamatosan ugye szedtük a vitaminokat, és benne voltunk ebbe a fertőtlenítésbe, és az lett a vége, hogy elkezdtem saját magamon tapasztalni a tüneteket, és meg is betegedtünk. Elkezdett fájni a torkunk, köhögtünk, a fejfájás és hasonló tüneteket, mind-mind, majdnem, hogy minden tünetet produkáltunk. Ezek után pedig hát ugye szedtük a vitamint, és nem értettem, hogy akkor hogy vagyunk mi betegek, hogy szedjük a rengeteg töménytelen mennyiségű vitamint, és meg fertőtlenítek itt agyba, fülbe, és mégis betegek vagyunk. Sziasztok! Szeretnék ebben a videóban Isten kegyelméből bizonyságot tenni arról, hogy milyen az, amikor Jézus Krisztus megszabadít félelmeinktől. És szeretném ezt nektek saját példámon keresztül elmesélni, azt, hogy mi is történt velem.
és hogyan szabadított meg engem függőségektől, mániákus tevékenységektől, hogyan hozta el számomra a szabadulást. Azért is indított most a lélek arra, hogy beszéljek erről, mert látom, hogy mi zajlik körülöttem a világban. Látok embereket teljesen megkötözve. Ugye a kialakult helyzet miatt, a COVID miatt teljesen elveszti az ember az önkontrollját. A félelem teljesen magába keríti az embert, és lehúzza a mélységbe. És ilyenkor nagyon sokan, én is, többek között én is hajlamos vagyok arra, hogyha levetem a tekintetemet Jézus Krisztusról, akkor elsüllyedek. Elsüllyedek a félelem hálója, a félelem tengerében, a kilátástalanság tengerében, a reménytelenség tengerében, és a harag, a düh tengerében. És megmondom őszintén, hogy fáj a szívem ezt látni, hogy olyan emberek is, akiket nevén szólított személyesen Jézus Krisztus, olyan személyek is elvesztik a hitüket, és belemennek, a fenevadnak a játékába. Ugye írja a Biblia is, hogy igazából ezeknek meg kell történnie, és megtévesztik még a választottakat is. És nagyon nehéz ezt látni, tapasztalni. És saját példámból kiindulva, én is egy olyan ember voltam, és vagyok is még bizonyos szinten, aki teljes mértékben függ a rendszertől, és teljes mértékben elhittem azt, amit a különböző hírportálok terjesztenek, akár a televízió, akár az internet. Nem mondom azt, hogy könnyű volt ebből a szabadulás, de viszont tudom azt, és tapasztalom, hogy lehetséges a szabadulás. És ezt a szabadulást egyedül csak Jézus tudja nekünk megadni. Ő tudja bennünk elvégezni. Mi hiába próbáljuk ezt saját erőnkből. Én is próbálkoztam sok mindennel, sokféle taktikával megszabadulni a félelmeimtől, a dühömtől, a haragomtól, ami felgyülemlett bennem évek alatt, de egyszerűen mindig zátonyra futottam,
És mindig csak azt tapasztaltam, hogy minél jobban próbálok belőle szabadulni, annál erőteljesebben hatnak rám, és annál mélyebbre dugtam el magamba ezeket a dolgokat. Habár ugye az elmémmel próbáltam kontrollálni, de azt vettem észre, hogy hiába próbálom kontrollálni ezeket a dolgokat, és hiába próbálok ezek fölött elsiklani, nem odafigyelni rájuk, éreztem mégis azt, hogy ott van bennem, legmélyen, és valahol ez kicsapódott. Ezek az elrejtett, elnyomott harag, dű és félelmek, ezek kicsapódtak bennem, és sokszor bizony úgy, hogy ártatlan embereket bántottam emiatt, ártatlan emberekre zúdítottam rá ezeket a dolgokat, és az lett a vége, hogy miután ugye ártatlan emberekre ezt rázúdítottam, és kiöntöttem, és kicsapódott rájuk, úgymond, azáltal még bennem lett még egy hatalmas lelkiismeret furdalás is, amit szintén hordozni kellett. Amikor egy évvel ezelőtt a COVID megérkezett a hazánkba, én akkor még nem jártam személyesen Jézus Krisztussal. Bár megszólított már előtte, de egyszerűen akkor még nem volt meg vele a személyes kapcsolatom, és nem hallottam őt napi szinten, minden percben, minden órában, hanem eltévelyektem. Ugye akkor hallottam először azt, hogy megszólított Krisztus, és elkezdtem őt keresni nagyon erőteljesen. De nem találtam. Azt hittem, ugye elkezdtem keresgetni interneten, és minden, hát legfőképpen interneten, és ugye elirányított az internet a kereszténységbe. És hát én azt gondoltam, hogy majd ott meg fogom találni azt, amit keresek, azt meg fogom találni, aki engem megszólított, és hogy akkor majd minden rendben lesz. Hát sajnos ez nem így történt. Hónapokig próbálkoztam különböző keresztény, úgymond gyülekezetekben, bár akkor éppen akkor zárták be a gyülekezeteket, a templomokat, de próbáltam mégis benne maradni ebben a kereszténységben, és megtalálni azt, amit keresek. Amikor bejött a COVID, azt tudni kell rólam, hogy én világéletemben egy félelmektől, örökös félelmektől szenvedő ember voltam. Mindentől féltem, ami csak létezik. Az állatoktól kezdve
ugye kutya, pókok, bogarak, féltem a sötétségben, a sötéttől. Egyszerűen nem mertem sötétben aludni, nem mertem sötétbe kimenni az udvarra, ha már besötétedett. Féltem, mániákusan féltem a betegségektől. Féltem a haláltól, féltem mindentől, szinte mindentől, maga egy félelem tömb voltam. És amikor ugye jött a COVID, akkor ez fokozódott. Az történt, hogy ugye egyfolytában írták az interneten, hogy hogyan lehet védekezni a COVID ellen. Na hát nekem ez, amikor bejött ez a vírus, ez egy rémálmom volt, hogy én egy ilyen dolgot megéljek. Tehát mindig is rettegtem az ilyen dolgoktól, a vírusoktól, a betegségektől. Nagyon-nagyon mondhatom azt, hogy szinte hipohonder voltam, iszonyatosan rettegtem ezektől. És ugye, amikor hallottam, hogy mi történik a világban, a hazánkban, hát én teljesen össze voltam zuhanva. Én lelkileg olyan szinten összetörtem, hogy mély depresszióba estem, és egyszerűen zokogtam napokig. Amikor bezárták az iskolákat, ugye én iskolában dolgozom, és megéltem azt, hogy egyik nap még mentünk dolgozni, és másik következő héten már nem lehetett menni, és be kellett zárják az oktatási intézményeket. Én ott is egy olyan traumát éltem meg, mintha a halálom közeledett volna, tehát szörnyű volt azt végignézni, hogy pakolunk ki, és ráadásul próbáljuk megmagyarázni a gyerekeknek azt, hogy mi történik a világban, de ugye nekem is van egy kisfiam, és neki is próbáltam ezt megmagyarázni, de vigyázni kellett arra is, hogy ne légy összetörve, ne legyek összetörve, ne érezze rajtam esetleg a félelmet, hogy ne rémüljön meg. Kegyetlen volt ezt megélni. És ugye olvastam egy csomó helyen, hogy mit kell tenni az ellen, hogy elkerüljük ezt a megbetegedést, hogy ne kapjuk el a vírust. Ugye olvastam nagyon sok készítményről, immunerősítőről, hogy miket kell szedni. Napokig, hetekig kutattam az interneten, ezzel teltek el a napjaim, hogy kutakodtam az interneten a legjobb és legdrágább immunerősítők után, vitaminok után, és nem is tudom, egy héten vagy 2 héten keresztül szinte minden áldott nap szaladtam a gyógyszertárba előrendelni, felvásárolni különböző gyógyszereket, vitaminokat, kézfertőtlenítőket, mindenféle fertőtlenítőt, maszkokat. Tehát, mint egy mániákus, ezzel teltek a napjaim, letelt a munkaidőm, és aztán indultam neki a városba, a gyógyszertárba, a gyógynövényes boltokba, mindent körbejártam, és nem tudom naponta hány ezer forintokat hagytam ott ezekre a
készítményekre, és tovább érdeklődtem ugye gyógyszertárakban, gyógynövényesektől, hogy mi az, amit még ajánlanak, mi az, ami még jó lehet. És én mindezeket előrendeltem, és felvásároltam őket. Rengeteg vitamint felhalmoztam itthon, különböző illó olajokat, amelyeket párologtatva ugye tisztítják a levegőt, és megölik a vírusokat, és rengeteg fertőtlenítőszert is felhalmoztam. Az első dolog az, hogy elkezdtük ezeket szedni. Hát mániákusan szedtük, én is, és a kisfiam is. Rengeteg vitamint. Próbáltam ugye a legjobbakat és a legdrágábbakat megvenni, és ugye hittem ezekben, hogy ezek majd segítenek. És aztán az lett a vége, hogy ugye ahogy felkeltünk reggeli, és rögtön következő program volt az, hogy szinte napi rendszerűen szedtük be ezeket a vitaminokat. És az lett a vége, hogy 2-3 hétig szedtük ezt rendszeresen, és aztán megbetegedtünk. Ugye nem értettem, hogy hát, de miért betegszünk meg, amikor tele vagyunk vitaminnal? Amikor felvásároltam a legjobbakat, a legjobb minőségűeket is, amiket ajánlottak, és szedjük folyamatosan, és nem értettem azt, hogy miért betegszünk meg. Emellé még hozzátartozik az, hogy mániákus takarításba kezdtem. Ez a mániákus takarítás, ez azt jelentette, hogy a napirendemhez tartozott az, hogy minden áldott nap a délelőtti programom az volt, hogy elővettem a fertőtlenítő szereimet, Hipót, Domestost, különböző felületfertőtlenítőt, fertőtlenítő kendőket, és egyéb fertőtlenítőszereket, és mániákusan elkezdtem takarítani. Ez azt jelentette, hogy a bejárati ajtótól kezdve a korlátot, a kilincseket, a villanykapcsolókat, a radiátorokat, a szekrényeknek a magát a szekrényt, a pici apró fogantyúit, a mikrohullámú sütőt, kávéfőzőt, ablakoknak a kilincseit, a nyílászárókat, az asztalt, a székeket, az ágytámlákat, a távirányítót, laptopot, mindent, amihez hozzáérünk, a szekrényeknek a fogantyúit, az éjjeli lámpáknak a kapcsolóit, a fürdőszobába és a mosogatónak a csap felületét. Én folyamatosan, napi szinten fertőtlenítettem a padlót is, és mindent, amit csak el tudtok képzelni. Mindent. Ehhez hozzátartozott az, hogy ha elmentem a boltba vásárolni, akkor amit vettem a boltban, élelmiszereket, az volt az első, hogy hazahoztam, betettem a zuhanyzóba, vagy a mosdóba, és
fertőtlenítős, domestosos kendővel, domestosos ruhával áttörölgettem, átmostam. De ezt is úgy, hogy a túrórudit, a túrórudinak a csomagolását, a felvágottaknak, amiket megvettem, annak a csomagolását, az innivalókat, a péksüteményeket is, ugye, amiket zacskóba beleraktak, annak a zacskóját, a lisztet, a cukrot, az édességeket, az üdítő italt, sőt, még a kenyeret is, a kenyérnek a csomagolását is, a gyümölcsöket, azt úgy, gyümölcsöket és zöldségeket úgy fertőtlenítettem, hogy ugye utána olvastam, hogy ezt mivel érdemes, és mosogatószerrel mostam át a gyümölcsöknek a, és zöldségeknek a külsejét. Szappanos vízzel és mosogatószerrel mostam át őket. A pénztárcámat, a telefonomat, a sluszkulcsot napi szinten többször, ahányszor csak a kezembe vettem, annyiszor fújtam le fertőtlenítővel. A telefonon ez meg is látszik igazából, néhol elszíneződött, és azóta is úgy használom. Tehát a telefon, sluszkulcsot, pénztárcát, mindent fertőtlenítővel fújtam le naponta akárhányszor. Ha tízszer vettem a kezembe, akkor tízszer. És ráadásul, ami nagyon durva, hogy a pénzt, amit visszakaptam a boltban, azokat is kimostam és fertőtlenítettem. Az apró pénzeket beletettem a mosdóba, és tiszta domestoszt öntöttem rájuk a fém pénzre. Tiszta domestosszal mostam át őket, utána kiraktam őket szépen száradni, a papír pénzeket pedig, ahogy visszakaptam, domestoszos vizes ruhával törölgettem át, és mostam őket át, aztán pedig kiteregettem őket a radiátorra megszárítani, és csak azután mertem hozzányúlni, hogyha le voltak fertőtlenítve, tehát mindent. Azt mondanom sem kell, hogy a minden mellett ment a kézfertőtlenítés is a kisfiamnak, és nekem is. És a kezeink úgy néztek ki, hogy hát az én kezem például már ki volt vérezve, szét volt repedezve, ki volt száradva mind a két kezem, de nem elég, hogy ki volt száradva, hanem vérzésig száradt, tehát véreztek már a kezeim a sok fertőtlenítéstől, iszonyatosan fájtak, és nem tudtam vele mit csinálni, utána éjszakákon át kenegettem, és próbáltam helyreállítani a kezeimet, de nagyon nehezen ment, hiszen be volt varasodva, foltok voltak rajta, véres foltok, és sebekkel volt tele a kezem. A kisfiamnak úgy szintén nagyon-nagyon ki voltak száradva a kezei, viszketett neki, és neki is meg voltak repedezve, ugye, mert folyamatosan mondtam neki, hogy ha nem is mentünk sehová, akkor is
Be volt iktatva, hogy naponta hányszor fertőtlenítsük a kezeinket, tehát jöttünk, mentünk fertőtlenítő, figyeltem azt, hogy ha hozzányúl a távirányítóhoz, pedig ugye le volt fertőtlenítve az is, ha hozzányúl a távirányítóhoz, vagy esetleg kimentünk az udvarra, és emlékszem, állandóan kiabáltam rá, hogy ne fogd meg a korlátot, ne fogd meg a kilincset, ne érj hozzá semmihez, és nyomtam neki a kezére, a pici kezére a fertőtlenítő szert, és nem engedtem azt, hogy bármihez is hozzányúljon. Én magam is úgy nyúltam a kilincshez, hogy gumikesztyűt húztam a kezemre, és így nyúltam hozzá, hogyha kimentünk valahová, vagy esetleg a boltba mentem. Szóval iszonyatos volt, most így visszagondolva, szó szerint iszonyatos volt, tehát borzalmas, és mindemellett folyamatosan ugye figyeltem a tüneteket, amiket egyre jobban ugye terjesztetek, hogy mik lehetnek a tüneteik, és egyszer csak annyira figyeltem ezeket a tüneteket, hogy figyeltem magamon, hogy most kapar a torkom, most fáj a torkom, vagy fáj a fejem. És ugye az lett a vége ennek, hogy folyamatosan ugye szedtük a vitaminokat, és benne voltunk ebbe a fertőtlenítésbe, és az lett a vége, hogy elkezdtem saját magamon tapasztalni a tüneteket, és meg is betegedtünk. Elkezdett fájni a torkunk, köhögtünk, a fejfájás és hasonló tüneteket, mind-mind, majdnem, hogy minden tünetet produkáltunk ezek után. Pedig hát ugye szedtük a vitamint, és nem értettem, hogy akkor hogy vagyunk mi betegek, hogy szedjük a rengeteg töménytelen mennyiségű vitamint, és meg fertőtlenítek itt agyba, fülbe, és mégis betegek vagyunk. Hát ez mind már mostanra derült fény, erre igazából most értettem meg, hogy miért is történtek ezek a dolgok velem, és miért lettünk esetleg betegek, és miért lettem ennyire mániákus. Mindez azért történt, mert én a figyelmemet folyamatosan rajta tartottam ezeken a híreken. Folyamatosan ezekre figyeltem. Ennek a rabja voltam. Minden nap azt néztem, hogy hányan haltak meg, hány fertőzött van, hogy állnak a gyógyszerekkel, és valóban akkor, képzeljétek el, úgy voltam, hogy emlékszem, hogy amikor ennyire benne voltam, és ennyire figyeltem ezekre a dolgokra, imádkoztam azért, hogy találjanak ellenszert. Imádkoztam azért, hogy sikerüljön valami védőoltást kifejleszteni minél hamarabb. És ezért imádkoztam hónapokon keresztül, hogy kérlek, Uram, hogy sikerüljön valami védőoltást, vagy gyógyszert feltalálni az ellen, a koronavírus ellen. És most látom azt, hogy mennyire meg voltam tévesztve, hogy mekkora tévejgésbe voltam, és hogy belecsúsztam abba a csapdába, hogy belecsúsztam a fenevadnak a markába, az ő hálójába. És ez volt, hogy ezért volt, mert folyamatosan rajta tartottam a tekintetemet. Folyamatosan ezeket a híreket kísértem, ezeket figyeltem,
Éjjel, nappal, és a végén már azt éreztem, hogy nem tudok ettől megszabadulni. Tehát már annyira belém égett ez a dolog, hogy mindig csak minél jobban haladtunk ugye az időben előre, és bele a vírusba, én annál jobban mániákusabb lettem, és annál jobban a rabjává váltam, a függőjévé váltam a koronavírusnak, és annál jobban függőjévé váltam az internetnek. Szörnyű volt most ezt, hogy így visszagondolok erre. Ezt borzalmas volt megélni, azon csodálkozom, hogy egyáltalán túléltem. Rengetegszer megfordult a fejemben az, hogy itt nincs vége, tehát itt nincs mese, itt véget kell, hogy vessünk az életnek, az életünknek, az életemnek, mert egyszerűen már azt éreztem, hogy nem bírom el ezt a félelmet. Tehát csináltam ezt 1-2 hónapig, és azt éreztem, hogy már őrülök meg, már egyszerűen nem bírtam már a félelemnek a súlyát, azt, ami rajtam volt, ami nyomasztott, ami nyomott napról napra, és csak nyomott és nyomott bele a földbe, a halálba. Szó szerint már öngyilkos gondolataim voltak, hogy egyszerűen ezt nem lehet túlélni, ezt nem lehet ésszel kibírni, ami zajlik a világban, és amit én csinálok. Tehát óriási félelem és pánik uralkodott az egész életemen, a gondolataimon. És ugye ezt követte, illetve ennek az lett a következménye, hogy mély depresszióba is estem. Tehát igen, mondhatom azt, hogy halálfélelmem volt teljesen. Olyannyira volt halálfélelmem, olyannyira lett rajtam úrrá a félelem, hogy azon gondolkodtam napokat, hogy ki fogja felnevelni a kisfiamat, hogyha elkapom a betegséget, hogy mi lesz ő vele, és olyat is csináltam, hogy annyira úrá lett rajtam ez a félelem, hogy megtanítottam a kisfiamnak a telefont kezelni, hogy hogyan tud felhívni, hogyan tudja felhívni a családtagokat. Persze azt nem mondtam neki, hogy miért, de magamban belül az dolgozott, hogy azért, hogyha esetleg én reggel nem kelnék föl, nem kelnék fel, és ha meghalnék, akkor tudjon kitől segítséget kérni. Ilyen gondolatok zajlottak, ilyen gondolatok cikáztak a fejemben, és ezekkel a gondolatokkal éltem együtt napról napra. Persze, az hozzátartozik, hogy akkor ez tűnt normálisnak. Tehát körülöttem, mondhatni, majdnem mindenki így viselkedett, ugyanígy takarított, ugyanígy vásárolta fel a vitaminokat, ugyanilyen pánikban volt, ugyanilyen félelemben. Tehát egyáltalán nem gondoltam azt, hogy ez nem normális dolog. És hát az lett a következménye, ugye, hogy teljesen depressziós lettem, és minden áldott napot úgy éltem meg, hogy talán ez az utolsó, mert ki tudja, hogy mi vár ránk, vagy mit szedtünk össze, most összeszedtük a vírust, vagy nem szedtük össze.
Iszonyatos volt. Szörnyű volt. Nem tudtam aludni. Nyugtatót kellett, hogy szedjek ahhoz, hogy tudjak aludni. És ugye előjöttek a pánikrohamaim. Nagyon sokszor rám tört éjszaka ez a pánikroham. És ugye próbáltam segítséget kérni, akkor még nem találtam rá személyesen Krisztusra, hanem még akkor a kereszténységben a kereszténységben voltam, és próbáltam onnan segítséget kérni, akár testvérektől, pásztoroktól, különféle pásztoroktól, illetve más olyan emberektől, akik gyülekezetbe jártak, illetve keresztények voltak, próbáltam tőlük segítséget kérni. Sokukat felhívtam sírva, zokogva, hogy én félek, és hogy valamit segítsenek, mert nem találom a nyugalmat, és iszonyatosan félek. És mindig a legtöbb helyről azt a választ kaptam egy igerészt, jó pár helyről, 91-es Zsoltárt, kezdjem el mondani reggel, este, délben, meg, és hogyha jön ez a félelem, akkor kezdjem el dorgálni és űzni magamból a félelemnek a démonát. És hát mivel én még nagyon az elején jártam ennek az útnak, és nem tudtam azt, hogy Jézus Krisztus személyesen vezeti az övéit, és személyesen is tud vele az ember kapcsolatba lépni, én ezeket elhittem, és csináltam is ezeket a tevékenységeket. Ebből állt az egész napom szinte betáplázva, 91-es Zsoltár, és űztem a démonokat, hogyha féltem, de igazából semmit nem segített, hisz ugyanúgy folytattam ezeket a mániákus tevékenységeket, a mániákus takarítást, ugyanúgy szedtem a nyugtatót, ugyanúgy féltem, és ugyanúgy bennem volt ez a halálfélelem. És időközben azonban az történt, hogy megtaláltam Jézust személyesen is. Hozzám fért személyesen, és akkor tudott hozzám férni személyesen, amikor egy olyan szituációba kerültem, ahol nem volt internet, nem volt telefon, nem volt semmiféle technika, semmiféle média, sem tévé, még csak villany sem volt. Egy ilyen helyen és egy ilyen szituációban talált rám és szólított meg személyesen Krisztus. Akkor is ugye telve voltam félelmekkel, és a félelmeim egyre jobban, egyre erősebben törtek fel bennem, és a hatalmukba kerítettek, és akkor szólított meg. Emlékszem, hogy egy mondatot hallottam tőle, ami mélyen belém vésődött, és olyan volt, mintha hallható hangon szólt volna hozzám, de persze ezt nem hallottam rendes hangon, hanem a lelkembe belehasított, és a lelkembe szólt, és az volt ez az egy mondat, hogy csak rám figyelj. És ez volt az első mondata
így hozzám, és az összes félelmem, ahogy meghallottam ezt a mondatot, ez átjárta a testemet, átjárta a lelkemet. Tényleg mondhatom azt, hogy a lábujjamtól a fejem tetejéig szinte belém égett ez a mondat. Onnan is tudtam, hogy ő volt az, és ő szólt hozzám, mert soha nem tapasztaltam még ilyet, és az összes félelmem, ami akkor volt, azt egyszerűen egyik pillanatról a másikra kivette belőlem, amiket ott éppen abban a szituációban megéltem. Minden félelmemet elvette akkor, és egy olyan nyugalmat és olyan békét kaptam tőle, hogy én olyat soha életemben nem tapasztaltam még. Soha. Nem is hittem, hogy létezik ilyen lelki béke. És éreztem, hogy ez az, amire vágytam, ez az, amit kerestem egész életemen át. Egész életemben erre vágytam, hogy valaki nekem ezt a békét megadja. Ugye mellette nagyon sok mindent kipróbáltam, még mielőtt rátaláltam Jézusra, az ezotériának szinte, és az okkultizmusnak szinte minden formáját kipróbáltam, mindenbe belementem, aztán ugye belementem a kereszténységbe, és egyszerűen semmi, tehát én ezt kerestem egész életemben, de semmi nem tudta nekem megadni. Semmi. Egyáltalán, sőt, mondhatom azt, hogy ezek által én még mélyebbre kerültem, és még nagyobb terheket, még nagyobb félelmeket vettem magamra azáltal, hogy ezeket a dolgokat csináltam, és elhittem ezeket a dolgokat. És hát igazából így szabadított meg Jézus a félelmeimtől. Teljesen levette rólam ezt a... Onnantól kezdve, hogy rám talált, és hogy megszólított, onnantól kezdve én egyszerűen nem tudtam másra figyelni. Nem, tehát teljesen, mint akit átmostak. Átmosták a lelkemet, a gondolkodásomat, az érzéseimet, és ez a legnagyobb bizonyíték számomra az, hogy igenis Jézus Krisztus él, és beszél hozzánk személyesen, hogy nekem minden félelmemet elvette. Igazából azóta úgy élem az életemet, hogy teljesen felhagytam, tehát eszembe se jut az, hogy most én fertőtlenítsek, vagy tehát azokat a tevékenységeket, egy az egybe ezeket a mániákus tevékenységeket teljesen elvette. Természetesen a nagy takarítást, amikor takarítok, azt meg szoktam csinálni, itt nem erről beszélek, hanem azokról a mániákus dolgokról, azokról a fertőtlenítésekről, amiket napról napra végeztem, és már az őrületbe kergetett tulajdonképpen mindent elvett tőlem. Egyszerűen azt érzem, hogy az agyamból, mintha teljesen kimosták volna ezt, hogy mi van a világban, hogy van ez a járvány. Tehát egyáltalán, ha nem lenne, nem lennék ugye fent a közösségi médián, akkor, és ott nem olvasnék néha egy-egy hírt, akkor nem is venném észre azt, hogy mi zajlik körülöttem, mert akkora béke van bennem, és akkora nyugalom van bennem. És én odáig jutottam igazából, hogy ezeket a félelmeket annyira elvette, és annyira kimosta belőlem a félelmeket, hogy beteg ismerőseimhez
akik betegek voltak, én oda mentem, és bementem úgy, hogy nekem meg se fordult az a fejembe, hogy esetleg valamit elkaphatok. Tehát mondhatom azt, hogy teljesen el is felejtettem, hanem mentem, és hívott az úr, küldött az úr, hogy menjek el, és látogassam meg, és beszéljek neki Jézusról, és minden nélkül, tehát maszk nélkül, félelem nélkül, és távolságtartás nélkül én tudok, ott voltam, és kommunikáltam, és sőt, meg is öleltem ilyen embert, és semmi bajom nem lett. Arról nem beszélve, hogy elhagyatta velem Jézus a folytonos vitaminoknak a szedését is. Tehát semmit nem szedünk igazából. Azt mondta, hogy azt ér, nem azt mondta, hanem azt érzem, ugye, hogy ő megad nekem mindent, amire a testemnek és a lelkemnek, legfőképpen amire a lelkemnek szüksége van, és utána attól akkor már megvan az is, a testi egészségem is el van végezve, hogyha ráfigyelek. Szóval teljesen elvett tőlem minden ilyen dolgot. A nyugtatókról egyik napról a másikra hagyatta el velem. Tehát azt sem tudom, tehát egyszerűen azt is elhagyatta, pedig mondhatom azt, hogy nyugtatófüggő voltam is, és mennyi minden függő voltam most így visszagondolva. Pedig szinte még egy éve sincs annak, hogy személyes kapcsolatba kerültem Jézus Krisztussal, de mégis akkora csodát és akkora változást tett bennem, akkora változást hajtott bennem végre, hogy egyszerűen számomra ez a világ legnagyobb csodája és legnagyobb bizonyítéka. És most látom azt, hogy ugye így kellene, hogy éljünk. És mi okozza azt, hogy sok embert és sok választottat is megtéveszt? Az okozza, hogy folyamatosan figyelünk a hírekre, és másfelé figyelünk. Persze én is így vagyok, hogy nagyon sokszor elbukom azáltal, hogy leveszem a tekintetem Jézusról, és így kikerülök az ő jelenlétéből, úgymond elhagyom a lelket, de és ilyenkor elmerülök. Elmerülök a médiában, elmerülök a félelmekben, a félelem hullámaiban, elmerülök a haragnak, a dűnek a tengerében, és én is hajlamos vagyok ilyenkor hibáztatni mást, hibáztatni a rendszert, a vírust hibáztatni, valaki, vagy valami mást, ebbe is beleestem, de egyszerűen az a titka, hát így mondom, hogy titka, de igazából ez nem titok, mert ez mindenkinek megadatott, és így lettünk teremtve erre az állapotra lettünk volna teremtve, hogy mi mindig ebben az ő jelenlétében legyünk, és akkor tulajdonképpen semmi más nem létezik, ha az ő jelenlétében vagyunk, csak a jó. Ugye Ádám és Éva is azért bukott el, mert bizalmatlanok voltak, levették a tekintetüket
Istenről, és ezáltal ugye bűnt is követtek el, és belefolytak a hazugságba. Na hát velünk is ez történik. Akkor, hogyha levetjük a tekintetünket Jézusról, az Atyáról, és ehelyett a tekintetünket a világra helyezzük, ha a médiára, a hírekre, és arra helyezzük, ami zajlik a világba, akkor nagyon könnyen elsüllyedünk a tengerben, ugyanúgy, mint Péter. Ugye ő is ránézett a tenger hullámaira, ránézett a hazugságokra, az őt körülvevő világra, a fájdalmakra, és így süllyedt el ő is a tengerben. Mi is így tudunk elsüllyedni, hogy levetjük a tekintetünket Jézus Krisztusról, és másra szegezzük, másba öljük azt az energiát, amit igazából arra kellene, hogy fordítsunk, hogy Jézusnak a jelenlétében legyünk, hogy róla beszéljünk, hogy kérjük, hogy ő vele ismerkedjünk, és vele társalogjunk, és az ő szavát kövessük, az ő szavára figyeljünk, és amit kapunk, arról bizonyságot tegyünk. Így tudjuk csak is rajta tartani a figyelmünket. És igazából erőszakkal, akarattal ez nem működik. Nagyon sok embertől hallom, és megkerestek többen azzal, hogy nem találják, tehát annyira vágyják az Urat, vágyják a személyes kapcsolatot Jézussal, de egyszerűen nem találják, és hogy miért van ez. És aztán látom, hogy különféle, tehát minden információt összeszednek, különféle információkat küldözgetnek, hol keresztény oldalakról, hol gyülekezetből, hol valamilyen könyvből, hol valamilyen hírportálról, tehát hogy ezeket olvassák és szedik össze, és megtöltik vele az elméjüket. Így nem is fogjuk tudni megtalálni a személyes kapcsolatot Krisztussal, mert én is ugyanígy voltam, mindenbe belekaptam, mindent olvastam, prédikációkat néztem, könyvet olvastam, tanultam, közbehíreket néztem, és ugye ezáltal folyamatosan ezáltal levetjük a tekintetünket, tehát ott már nem Krisztusra figyelünk, hanem arra a pásztorra fogok figyelni, arra a könyvre, a könyvnek az írójára fogok figyelni, a hírekre fogok figyelni, és azt akarom utánozni. De ez így nem megy, mert Krisztus mindenkit személyesen szólít meg, és személyes egyéni terve van mindenkivel. Mindenkit máshogy szabadít meg, és mindenkit máshogy tanít. Persze mindegyiknek, tehát egy a célja, hogy hitünk legyen ő benne, és hogy tényleg csak ő rá figyeljünk. És hogy ez a hitünk megerősödjön ő benne annyira, hogy ha körülöttünk összedől a világ is, mondhatjuk, hogy összedől most is, hiszen tombol a hazugság kint a világban, és de belül mégis nekem békén van, és én ki kell, hogy mondjam azt, hogy annak ellenére, és kérlek, ne haragudjatok meg ezért, de nem akarok senkit bántani vele, és senkit lenézni, messze álljon tőlem, de annak ellenére, ami zajlik a világban, amit látok, annak ellenére én egy boldog ember vagyok, és életemnek a legboldogabb időszakát élem.
a leges legboldogabbat, mert békém van, és nyugalmam van, és figyelek Krisztusra, figyelek Jézusra, az Atyára, és folyamatosan beszél, tanít Bibliát olvasni, folyamatosan kijelentéseket ad, megértéseket ad, álmokat kapok. Mondhatom azt, hogy minden héten többször kapok olyan álmokat, ami hihetetlen, és tudom azt, hogy nem csak csupán egy álom, mert érzem azt, hogy máshogy élem meg. Sőt, olyat is tapasztalok nagyon-nagyon sokszor, hogy alszom, és egyfolytában tanít, ilyen köztes állapotba kerülök, ebbe a fél éber, mintha nem is aludnék, de nem is vagyok fent. De érzem azt, és hallom álmomban, hogy egyfolytában tanít és beszél hozzám. Még akkor is, ha nem emlékszem reggelre, mindarra, amit mondott. Van, amikor semmire nem emlékszem, de van, amikor például egy kijelentéssel ébredek fel az éjszaka kellős közepén, és megértéssel, és akkor mindig érzem azt, hogy egyre közelebb és közelebb kerülök hozzá, és mindig levesz rólam egy-egy terhet azáltal, hogy megértek valamit. Tehát én is úgy tudtam vele megtalálni a személyes kapcsolatot, hogy egyszerűen besokaltam attól, hogy mások mit mondanak. Elegem lett abból, hogy mások mondják, hogy mennyire hallják az Urat, az egyik pásztor így beszélt, a másik pásztor az ellenkezőjét mondta, a könyvben máshogy olvastam, tehát annyi információt összeszedtem, hogy egyszerűen nem is volt alkalmam arra, hogy Jézusra figyeljek, és csak úgy tudtam rátalálni, amikor ezek elvétettek tőlem, ugye amikor olyan szituációba kerültem, hogy egyszerűen nem volt ott se könyv, se semmi, nem tudtam hallgatni semmit, és egyszerűen megmondom őszintén, már nem is akartam, mert elegem lett abból, hogy folyamatosan kerestem, hogy kell csinálni azt, hogy beszéljen hozzám Jézus is. És elegem lett, és kikapcsoltam mindent. Nem hallgattam semmit, nem olvastam semmit, és ez ugye ilyen szituációba is került, amikor semmi nem volt, és akkor tudott ő rám találni, akkor tudott ő hozzám férni, amikor teljesen üres voltam, amikor teljesen rá voltam utalva, és én azt mondtam neki, hogy én, Uram, én már akarni sem akarok semmit, és tudni sem akarok semmit, hogy itt most már te jössz, mert egyszerűen tehát elegem volt abból, hogy minden információból elegem lett, de nem akarom ezt tovább ragozni, csak hogy ezt azért tartottam fontosnak elmondani, mert sok embert látok tényleg, akik keresik és vágyják a személyes kapcsolatot Jézus Krisztussal, de egyszerűen nem találják, és ennek úgy látom, azt tapasztaltam, hogy az az egyik legnagyobb akadálya, hogy másoktól akarjuk ezt megtudni, és nem magától, Jézustól. Máshonnan akarjuk begyűjteni az információkat, és nem Jézustól. És magyarul ki akarjuk őt kerülni tulajdonképpen. Mert azzal, hogy mi ezt olvasunk, azt olvasunk, mindenfélét összeszedünk, mindent meghallgatunk a világhálón, ezáltal pont, hogy elvágjuk az utat saját magunk és Krisztus között. Remélem, nem fogjátok ezt okoskodásnak venni.
Én ezt nem azért mondtam el, csak azért mondtam el, mert én ezt így tapasztaltam. Nálam ez így működött, és nálam ez így működik azóta is, hogy tényleg, ha ránézek a hírekre, akkor valóban magába kerít ez a félelem. Valóban elbizonytalanodom. Még azon is elbizonytalanodom. Nekem is volt egy ilyen időszakom, és többször előfordult velem, hogy annyira rávetettem a tekintetemet a világra, a tengerre, úgymond, a hírekre, a történésekre, ami körülöttünk zajlik a világban, hogy kijöttem a lélekből, a Krisztus Jézusunknak a jelenlétéből, és azt vettem észre, hogy elbizonytalanodtam. Annyira elbizonytalanodtam, hogy még azt is megkérdőjeleztem, hogy azok a bizonyságok, amiket én megéltem, azok a csodák, amiket én megéltem, vajon igazak voltak-e, vagy csak az elmém kreálta őket, vagy csak én láttam rosszul. Tehát ennyire könnyen le tudunk csúszni a keskeny útról, és ennyire könnyen ki tudunk jönni az ő jelenlétéből, hogyha a világra, a hírekre, a pásztorokra, más emberek véleményére fektetjük a hangsúlyt, és azoktól várjuk ugye a szabadulást, akkor elsüllyedünk, és ott tényleg az van, hogy még a kiválasztottakat is, azokat is, akiknek személyes kapcsolat, tehát én is így jártam, hogy személyes kapcsolatom volt már az Úrral, és valamilyen szituáció miatt kijöttem ebből, és ugye odafordítottam a tekintetem, és sajnos olyan állapotba kerültem, hogy megkérdőjeleztem. Még azt is, hogy valóban létezik-e Isten, és hogy valóban igazak-e az én bizonyságaim. És utána, ahogy visszakerültem, imádkoztam és fohászkodtam Jézushoz, az Atyához, hogy mutassa meg nekem az igazságot, hogy nem más tanítson engem, hanem ő, és egyedül ő mutassa meg nekem az igazságot, és ő válaszolt, és megmutatta, és újra bebizonyította azt, újra és újra bizonyságot tesz ő az én életembe arról, hogy igenis ő létezik és él. És nekem ez az egyik legeslegnagyobb bizonyíték arra, hogy egyszerűen az életemnek az egyik legboldogabb időszakát élem, mondhatom azt, hogy igen, tényleg a legboldogabb vagyok. Bár fizikálisan ugye semmi nem változik körülöttem, de sőt, mondhatni azt, hogy kint zajlik a háború, az igazság és a hazugság között. Én mégis boldog vagyok belül, és békés, és nyugodt, és ez mindenkinek megadatott. Tehát nem vagyok én különlegesebb, mint te, senkitől, sőt, amennyi bűnt elkövettem, és annak ellenére, hogy Krisztus annak ellenére is megszólított a nevemen, és megszabadított a bűneimtől. Ezt bárkinek, tehát az ajtó tényleg úgy van, ahogy az írás mondja, hogy az ajtó előtt állok, és zörgetek, és hogy a keresőnek, aki keres, az talál, és aki zörget, annak megnyittatik. Tehát tényleg úgy van, hogy csak nekünk kell meghozni a döntést, hogy neki szenteljük az életünket, és csak is ráfigyelünk,
Nekem is nehéz ezt sokszor, tehát mindig emlékeztet erre, hogy csak rám figyelj, csak rám figyelj, mert ugye hát ember vagyok én is, és naponta elbukom, de csak így tudok megmaradni. Nélküle én már nem is tudom, hol lennék, ha ő nem talált volna rám. Szerintem én már egy, nem is élnék, belehaltam volna a félelmeimbe, amilyen állapotban voltam. Úgyhogy én ezt azért mondtam el, hogyha esetleg hallja valaki, ha csak egy ember is meghallja, egy ember is magára ismer az én történetembe, az én mániákus cselekedeteimbe, az én félelmeimbe, amikben voltam. Ha csak egy ember meghallja és magára ismer, és kiállt Krisztushoz, akkor már boldog lesz a lelkem is, és már megérte elmondani mindezt. És én tényleg azt kívánom, hogy tőle kérjük az igazságot, Jézustól, és tőle kérjük a vezetést, és hogy a hitet, és azt, hogy tényleg csak ráfigyeljünk. Tényleg adjunk át neki minden akaratunkat, minden tudásokat. Én mostanában már azt is szoktam neki mondani, hogy az érzéseimet is ő irányítsa, mert abból is galiba történik, ha a saját érzéseimre hallgatok. Tehát, hogy ezeket is ő formálja bennem, mert tényleg nélküle egy semmi vagyok is, és egy halott ember vagyok ő nélküle. Tehát ezt kívánom mindenkinek, hogy csak ráfigyeljetek, és fohászkodjatok hozzá, hogy kérjétek, hogy megismerhessétek őt, és ő tanítson, és ő vezessen, ő adja meg a mindennapi kenyeret nektek és nekünk, mert abban, ami következik, és ami van a világban, és ami jönni fog, abban csak így fogunk tudni megállni, és csak így nem fogunk tudni elsüllyedni. Isten áldjon titeket, sziasztok!